Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e? Mobilról-e? Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus e. E-Business, a millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni. Na hát folyamatosan a kínaiakkal foglalkozunk, a múlt heti Temuról most átváltunk a TikTokra, bár a Temut még egy picit visszahozunk, Szabó László, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnere a vendégünk továbbra is, ahogy az hétről hétre már így van. Szia, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! És a Temut azért hozzuk vissza, mert megint lehet látni a hirdetéseit. Igen, hogy április 2-án állt le, csak egy gyors kitekintő, igen, hogy mi erről beszéltünk. Erről beszéltünk is, ez volt az egyik epizód tartalma. Múlt héten, ami újdonság, hogy pénteken április 12-én újraindultak a hirdetések, és minden folytatódik a régiben. Úgy gondolom egyébként, hogy ez a 10 nap, vagy ez a 9 nap kihagyás egy nagyon jó esettanulmány lesz, egy világszintű esettanulmány lesz arról, hogy mi is a hirdetések által okozott elszívó hatása a Temunak, ezt majd jól ki lehet elemezni, mert ugyanis egyedi esetről van szó Magyarországon, itt a környékről és nyugati országokból sem ismerünk hasonlót. A valós okai a leállásnak derültek? Mert ugye most csak találgattunk, hogy... Ugye nem kommunikáltak, igen, ez ügyben valószínűleg egyébként a logisztikai és a vámkezeléses történet. Az átállás. Ez az is mutatja egyébként, hogy visszaállt minden a régibe. Uh-huh. Jó, most egy másik óriással vagy domináns szereplővel, csak egy más területen, a TikTokkal fogunk foglalkozni, és az, hogy az elkereskedelemmel hogyan köthető össze, hát pont a műsor elején beszélgettünk ugye arról a startupról, amit egészen fiatal srácok csinálnak telefontok bizniszel, és bizony a TikTok volt az az eszköz, amivel felhúzták milliárdos forgalmat cégé. Igen, ugye a TikTok megmozgató erejét nagyon jól szemléltette ez a hétvégi akció. Úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy TikTokot megértsük, és a népszerűségét megértsük, egy kicsit hátrébb kell lépni egy lépéssel, és mondjuk a tartalomfogyasztási szokásokról beszélni, hogy még a különböző nemzedékekben az én szüleim nemzedéke, ez a 60 körüli, ha ezt most hallgatják, generáció, ők elsősorban televíziót hallgattak, vagy az volt a fő tartalomfogyasztási eszközük. Mi, mondom magamra, mi a 40-es generáció. Itt hát ez ránk nézve hízágyó lenne. Igen, szeretnénk, hogy még igen, ahhoz tartozik. Mi igazából internetes videókon keresztül fogyasztunk képi tartalmakat, képi és audiovizuális tartalmakat, és ami nagyon fontos, hogy jelen 15-20 évesek, inkább 20 évesek, ez a úgynevezett dopamin nemzedék, ami rövid videókat, ez a 10-90 másodperces gyors videókat dopamin néznek. Dopamin nemzedék? Ezt ez jó, nem hallottam, de... Ha, igen. De azért, mert nem találó, nemzedék igen. Tagja, de ezt fogom használni. Igen, ugye a tartalomfogyasztás is felgyorsul. Ez minden abszolút. Gyorsan, azonnal, és ebbe tökéletesen ül a TikTok. És csak a rövid videók. Tehát nekik már 3-4 perces videó az hosszú. Unalmas. Unalmas. Uh-huh. Inkább többet a rövidben. Igen, jó. Példa volt erre, amikor az új social lesünk, az Ali felvetelünk egy ilyen kis reel videót, és azt hiszem 1.40 vagy 1.50 lett a hossza. Ő is egy ilyen 20 éves srác, és mondta, hogy nagyon jó, akkor ezt vegyük újra, ez így nagyon hosszú, és dögunalom. És akkor kicsit pörgősebb. A búmerek csak néztek, igen. És akkor 1-10-re összehoztuk, igen. Jó, és hogyan tudják ezt a kereskedők használni? Felhasználni ezeket a nagyon rövid... Ugye igen, mielőtt még a felhasználásra beszélünk, csak egy gyors ilyen myth-busting, tehát hogy oszlassunk el ilyen különböző sztereotípiákat TikTok kapcsán, hogy van egy olyan mondás, hogy a TikTok a 10 évesek platformja. Igen. Ez igaz volt eleinte. És vicces cicás, meg nem tudom... Pontosan, ez igaz, a 10 évesek vicces cicákat néznek a TikTokon, ez valamikor igaz volt, valaha igaz volt, ma már nem. Tehát, hogy a statisztikákból hoztam párat. 2023. januárjában 3 millió 18 éve feletti felhasználója volt a TikToknak, 2024-ben már közel 3,5, ebből 1,2 millió 18-24-es évjáratú, 1 millió 25-35 év közötti felhasználója van, és a többi 1 millió pedig 35 feletti. Tehát, hogy már bőven ott van a nem 10 és nem 20 éves nemzeték is. És annak, hogy miért tudott ilyen gyorsan elterjedni, gyakorlatilag egyik ez a pont, ez a gyors tartalomfogyasztás szokás tökéletesen beleillett. Másik pedig az, hogy az emberi kommunikáció 80%-a nonverbális, és ehhez szoktunk
több tízezer év alatt ebben szocializálódtunk, és ugye TikTok ennek ad teret gyakorlatilag, hogy egy embert nézzük, az ember van a középpontban, ő építi a bizalmat, és így az elkereskedők szempontjából is ez azért fontos, mert egy könnyű, egy márkaépítési csatornáról beszélünk, de egy könnyű bizalomépítés, vagy egy hatékonyabb bizalomépítési csatorna a TikTok. És főleg ez működik, mert mondjuk ebbe ez fér bele, tehát például a konkrét célzott hirdetés, nem tudom azt, hogy lehet a TikTokon, vagy hogy vannak a hirdetők, tehát inkább ez az influencer marketing az, ami ott működik? Is kettő, ugye a TikTok az, amiután már megjelentek a felhasználók, ez a fóka-eszkimó hasonlattal, ahol sok a fóka, ott megjelennek az eszkimók is, tehát oda jönnek egyébként egy idő után a hirdetők, és ami ugye Facebookon volt 15 éve a közösségi médiában, hogy ha rólunk beszélnek, akkor inkább legyünk a teremben, és inkább menjünk oda erre a platformra, ez már egyre inkább érvényes a TikTok esetében is. Egy hasonlattal élve, talán az úgy néz ki, mintha az elkereskedők egymás mellett egy piacon egy-egy standdal állnak és árulják a portékájukat. Az egyik a klasszikus hirdetési mix, vagy hirdetési csatornákat használva, szórólapoznak, képeket raknak ki, viszont némán állnak ott és nem mutogatnak, vagy nem gesztikulálnak. Míg a másik elkereskedő, akár nem kizárva a szórólapozás, de beszél a felhasználókkal, és mutogatnak, és teljes testbeszéddel próbál eladni. Gyakorlatilag talán ezzel lehetne szemléltetni azt, hogy mi van, amikor egy elkereskedő. Mi a különbség, hogy az elkereskedő nincs a TikTokon, mint platformon, és van a TikTokon, mint platformon, tehát egy további bizalomépítési, márkaismertség növelési eszköz. Elég kevés időnk van, de lehet valami nagyon gyors talpalót adni elkereskedőknek, vagy bárkinek, aki a márkáját, brandjét akarja TikTokon népszerűsíteni, hogy fogjon hozzá, vagy hogy csinálja? Igen, két gyors gondolat, aztán hoztam 5 tippet. Jó. A mai adásba. A két gyors gondolat talán annyi, hogy a TikTokon hogy vagyunk-e, vagy nem, az nem egy cél, hanem egy kigondolt kommunikációs stratégia része kell, hogy legyen minden esetben. És hogyha ez megvan, akkor ki kell találni, hogy milyen tartalomstratégiát alkalmazunk, milyen videókkal, milyen nagyságrendben, milyen hirdetési büdzsével. Tehát bocsánat, itt megint visszakanyarodhatunk a tévhitre és a Mythbusterségre, hogy ne gondol, tehát bárki mehet a TikTokra, hogyha azt jól kitalálja, akkor bárki bármilyen üzenetet tud jól kommunikálni ott. Tehát ne tartsa vissza azért, mert ő Mihálovics kollega szavaival élet, mondjuk cipő felső rész készítő. Igen, pontosan. Tehát egy példa rá, hogy bár ez egy másfél évvel, két évvel ezelőtti példa, egy parfüm kereskedőnek egy organikus videó eléréssel, ez a tipikus, az átalakuló, az a csúnya lányból szép lány lesz, és akkor a parfüm és a smink kellékeket használta, egymilliós organikus elérést értünk el, de egyébként ugye ez egy kiugró eset volt, organikus 100 000-es eléréseket lehet TikTokon elérni, de kell hozzá egy jó videó alap. És akkor ugye az 5 tipp, amit kérdeztél is, gyakorlatilag a nagyon fontos, hogy tudatosítsuk, hogy a célközönségünk már megtalálható platformon, és ott vannak a versenytársaink is. Tehát, hogy azt látjuk, hogy Magyarországon egyébként már a magyar kereskedők, a magyar cégek gyakorlatilag túl vannak az első csalódáson, és most már szeretnék egy kicsit jobban csinálni. Nagyon jó tipp ez a, van egy itt TikTok Ad Library, talán így hívják, talán nem, hogy ez a TikTok kreatívokat megnézhetjük a legjobban teljesítő hirdetéseket és a legjobban teljesítő videókat, tehát ugye akár szektoron belül is szektorra szegmentálva, mindenképpen ajánlanám ebbe ezáltal inspirálódni, hogy átérezzük. Persze, megelemezgetni, hogy mi az, ami működött, mi az, amit én is megtudnék, vagy az én termékemhez is, vagy az én brandemhez is kapcsolódhat, és el tudom sütni, gondolom, ilyen ötleteket lehet nyerni ezekből. Igen. És a következő bár a TikTok egy márkaépítési, klasszikus márkaépítési csatorna, vagy közösségépítési csatorna, megjelentek már a katalógus hirdetések, ami azt jelenti, hogy bekötheti egy termékkatalógusát az elkereskedő, és így akár követheti, és a következő tipp pedig, hogy kosár elhagyókat lehet követni. Tehát ugye mindenképpen a meglévő kommunikációs mix részévé tegyük, aki volt a weboldalunkon, betett a kosarába valamit, és elhagyta az oldalat, őt TikTokon is lehet követni. Fölön lehet csípni, hogy hé, háló, elfelejtettél valamit. Fizetni. Igen. Pontosan, és egy további tipp a belépési küszöb. Sokszor szokták kérdezni, hogy akkor mi az a belépési küszöb, mivel érdemes TikTokon kezdeni. Tudatában kell lennünk annak, hogy egy TikTok felhasználó napi 150-200, egy aktív TikTok felhasználó napi 150-200 videót fogyaszt, egy gyors videót fogyaszt, és akkor ebbe a mixbe kell nekünk belekezni. De várját, hogy átlagosan egy perc, és akkor 3 órán keresztül TikTokozik. Igen, pontosan. Ezt nem mondod. Hoppa. Én szerintem de mióta van TikTok? Ez egy kicsit melbevágott. Én körülbelül a működése óta néztem meg ennyit. Talán.
Igen, tehát hogy ebbe belekerüljünk és versenybe legyünk, azt szoktunk mondani, hogy azért legalább egy heti 2-4 videóval, rövid videóval ki kellene jönni, amit ugye meg kell csinálni, minőségi tartalmat, ember középpontban, stb. Nagyságrendileg egyébként, hogyha hozzáadjuk a hirdetési büdzsét, és még hogyha szakembert is hívunk hozzá, akkor egy havi 1 millió forintos büdzséből félkötőjel 1 millió forintos büdzsét rá kell szállni mondjuk az első fél évben. Hát jó, visszakötöttünk, ezt csinálja Profino Mobile Fox egyébként, ugye ez a sikerük egyik alapja. Igen, és talán az utolsó, hogy ez a maga a TikTok miért is ilyen jó, ez a short video formátum, tehát hogy ez a rövid videó formátum. Egyébként, ha miután TikTokra elsajátítottuk ennek a csínyát binyát, ez a rövid videó formátum alkalmazható egyéb platformokon is, mondjuk YouTube, Short Reels, Facebook, stb. Tehát, hogy vannak bizonyos szinergiák itt a platformokon keresztül, de egyébként nagyon fontos, hogy legyünk tudatában annak, hogy gyakorlatilag egy videógyártás mindig egy költségesebb műfaj, és ennek is megvannak a titkai is, és hogy kell szót csinálni. Akkor még egy utolsó tipp, hogy az eszköz számít? Tehát az, hogy most egy telóval így letolok egy ilyen videót, az ér, vagy azért elvárják a fogyasztók, hogy az minőségi cucc legyen, mert néha én amiket látok, tehát nagyon be van világítva, nagyon meg van csinálva, tehát azért nem csak egy ilyen, tehát a rövidsége géből az ember azt gondolná, hogy ez csak egy ilyen telefonról gyorsan fölvett valami, de elég profin néz ki az, ami nagyot megy. Igen, hogy aztán vannak ebben különböző szintek, de gyakorlatilag azt szoktuk mondani, hogy egy jobb iPhone megteszi. Jó, azzal csináltak dokumentumfilmet is, úgyhogy azért. Igen, tehát jobb iPhone egy picit, tehát jobb iPhone, a hang egyébként nagyon kritikus, tehát hogy a hangminőség az legyen jó és hallgatható, esetleg zenével felturbozva, stb. Jobb iPhone egy picit jobb, tehát nem rossz bevilágítással egy jobb iPhone tud működni. Jó, hát már írják a hallgatók Millás reggelit a TikTokra, ezt még azért így átgondoljuk. Nagyon szépen köszönjük. A baki parádénkat lehetne, azok rövidek, ha semmi mást. Van belőle bőven, úgyhogy muníció megvan hozzá. Hát igen, végül is ez nem rossz. Azt hiszem, az minden adásból van egy pár. Laci, nagyon köszönjük, hogy ismét itt jártál, folytatjuk a jövő héten. Szabó László volt a vendégünk, a GrowDigital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnere. Köszönöm szépen, szép napot kívánok. Na megtaláltad-e? E-Business, a Millás reggeli e-kereskedelmi robata hangzott el. E-Business, üzletelj online.